Sok szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézusnak a nevében. Néhány gondolatot szeretnék megosztani veletek az igéből, a prófétai szolgálatról, annak a helyzetéről, és azzal kapcsolatban, hogy nagy fordulat állt be a március 4-e óta, amióta Magyarországon megjelent ez az egész koronavírus helyzet. Azóta nagyot fordult velünk a világ, ma március 28-a van, amikor is kijárási korlátozás lett bevezetve az országban, ami után 16-án lezárták a határokat és betiltották a rendezvényeket. Itthon csücsülünk, ülünk, várjuk a fejleményeket, és közben keressük az Urat. Háborús helyzet van, stratégiai vállalatok és helyek lettek elfoglalva katonaság által, és az irányítás fölött állnak ezek a személyek, és a Biblia is beszél erről a harci háborús helyzetről. Pál apostol nemes harcnak nevezi a 2 Timóteus 4. részében, a 7. versben azt mondja, hogy a nemes harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. És előzőleg arra buzdítja a tanítványát, Timóteust, hogy a 2. rész 3. versében te azért a munkának a terhét, vagy egész pontosabban a baját, a nehézségét hordozzad, ennek a munkának a nehézségét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tetszék annak, aki őt harcossá avatta. Tehát itt is katonai kifejezések szerepelnek, mint a vitéz, vagy a harc, és felavatás, beavatás. Tehát nagyon jól tudjuk azt, hogy egy harcba állunk, mivel a sötétség és a világosság Isten és az ellenség, a sátáná lett Lucifer között dúl ez a harc évezredek óta, és az emberiség ennek a szintere, a történelem is ennek a szintere, ennek a harcnak, ennek a szellemi konfliktusnak, ami a mennyből indult el, és ennek a harcnak vannak fegyverei, amikkel lehet küzdeni. Az Efézus levél több ilyen szellemi fegyvert felsorol, amik között van az igaz lelkűség, a hit, az üdvösség, és a legvégül pedig a szellem kardjának nevezi az imádságot, és én még hozzátennem, hogy a prédikált ige is ide tartozik. Szóval ezekkel a szellemi fegyverekkel, ezekkel a láthatatlan fegyverekkel tudjuk megvívni ezt a harcot a láthatatlannal. Szintén a láthatatlanban, a nem látható világban levő ellenséggel. Tudjuk, hogy nem emberek képezik ezt az ellenséget. És több szó elhangzott ezekben a napokban azzal kapcsolatosan, hogy amit sokan hiányoltak és megjegyeztek, hogy miért nem szólaltak föl azok a proféták, a profétai hivatal az egyházban miért nem jelezte ezt a helyzetet előre, mert nagyon jól tudjuk azt, hogy szolgálati ajándékok között helyezkedik el a proféta, mint szolgálat, a pásztorok, az apostolok, az evangélisták, a tanítók mellett, és az Új Szövetségben, az apostolok cselekedeteiben látjuk ennek a hivatalnak a működését, de még előtte az Ámos 3.7 említi azt, amit sokszor szoktak, amire sokszor szoktak hivatkozni ezek a személyek, hogy semmit sem cselekszik az Úr, amíg ki nem jelenti az ő titkait az ő szolgájának, a prófétáknak. És látjuk azt, hogy semmilyen előrejelzés nem született, nem érte el az egyházat, az én tudomásom szerint
sehonnan nem kaptunk olyan információt, olyan figyelmeztetést, ami segített volna felkészülni erre a helyzetre, illetve ami az egyháznak, mint az Istennel való kapcsolat letéteményesének a tekintélyét növelni ezáltal, a bejelentések által, ugyanis az Isten az, aki előre tudja, előre látja a dolgokat, és én úgy gondolom, hogy nagyon nagy részt most ezzel a helyzettel kapcsolatban mellébeszélés zajlik, belemagyaráznak ebbe az igébe, tehát ezt az igét úgy magyarázzák, hogy mivel ez a járvány, ez a vírus most nem Istennek a munkája, nem Isten okozza ezt, ezért nem jelentette ki előre számunkra. Én úgy gondolom, hogy nem csak az ő munkáját jelenti ki a profétáknak, a profétai hivatalban állók részére, hanem bármilyen más helyzetet, amire az egyháznak fel kell készülnie. És ezt látjuk az apostolok cselekedeteinek a 11. részében, a 28. versben, hogy ez a hivatal úgy működött az új szövetségben, tehát ez az előbbi a Ámos profétától, ez egy új szövetségige, de tudjuk azt, hogy ez a hivatal ez folytatódott, ahogy említettem az előbb, az Efézus 4-ben fel van sorolva ez az öt szolgálati ajándék, közöttük a profétai, és itt látjuk a működését az apostolok cselekedeteinek a 11. részének a 28. versében, mikor azt mondja, a 27. verstől olvasom, ez időtájban pedig mentek Jeruzsálemből Antiókiába proféták, és fölkelvén egy azok közül, név szerint Agabus, megjelentette a Szentlélek által, hogy az egész föld kerekségén nagy éhség lesz, amely meg is lett a Claudius császár idejében. A tanítványok pedig elhatározták, hogy az szerint, amint kinek-kinek közöttük módjában áll, küldenek valamit segítségül a Judában lakozó atyafiaknak, amit meg is cselekedtek, elküldvén a vénekhez Barnabás és Saulus keze által. Ezt megelőzően olvashatjuk, hogy nagyon nagy ébredés tört ki Antiókiában, és Barnabás megfordult ebben a városban, ebben a gyülekezetben, és elment a Tarzuszba is Saulért, aki ott 14 éve tartózkodott, és elhívta magához, és nagyon kapóra jött az a tanítói apostoli ajándék, amit Pál apostolban látunk, és nagyon nagy hasznára volt, egy évig tanították a gyülekezetet, és ekkor olvasjuk azt, hogy Jeruzsálemből jöttek nem csak Barnabás, hanem proféták is, tehát nem csak egy tanító, egy vigasztaló, bátorító személy, hanem Barnabás mellett proféták is jöttek le, és egy azok közül Agabus megjelentette a Szentlélek által, az egész földet érintő éhínségre hívta fel a figyelmet, még mielőtt ez megtörtént volna, és Claudius császár idejében meg is történt, és már akkor a tanítványok föl készültek erre a helyzetre, és a Judában levő gyülekezetnek küldtek segélyeket és anyagiakat Barnabással és Saullal. Tehát ez az egyik olyan helyzet, ami nagyon hasonlít a mostani helyzetre, amikor is egy globális, az ismert világot érintő esemény következik be, amire én nagyon-nagyon nagy örömmel vettem volna a figyelmeztetést és a felkészítést, és nagyon büszkén hivatkozhattunk volna ezekre a proféciákra, és bizonyíthatná azt, hogy az élő Isten gyülekezetei, egyházai között ott van a mai napig
ő, aki nem változik, aki kijelenti a jövőt. És én úgy gondolom, hogy Isten tudta ezeket a dolgokat, még ha valóban az ördög az, aki öl, aki lop és pusztít minden esetben. A másik ilyen, egy személyes profécia ugyanettől a személytől, az apostolok cselekedeteinek a 21. részében. Tehát az apostolok cselekedetei szól az arról a működésről, azokról a dolgokról, ahogy Isten az új szövetségben működött az egyházban, és működni akar a mai napig. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem egy olyan vágy bennem, ami nem lenne, nem állna összhangban az Isten igével. És a 21. rész 10. versében pedig egy személyes figyelmeztetést olvasunk. Azt olvassuk, hogy Pál apostol 8. verstől megérkezett Cézáreába, és bement Filip evangélista házába, aki a közül a 7 közül volt, és nála maradt, és Filipnek volt 4 szűzlánya, akik profétáltak, és mialatt pedig, azt mondja Lukács, mialatt pedig mi több napig ott maradtunk, alájött egy Judeából való proféta név szerint Agabus, és amikor hozzánk jött, vette Pálnak az övét, és megkötözvén a maga kezeit és lábait, azt mondta, ezt mondja a Szentlélek, a férfiút, aki ez az öv, eképpen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogányok kezébe. Mikor pedig ezeket hallottuk, kértük mind mi, mind az odavalók, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál felelte, mit műveltek sírván és az én szívemet kesergetvén, mert én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni és kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézusnak nevéért. Mikor azért nem engedett, megnyugodtak, mondván, legyen meg az Úr akaratja. E napok után pedig felkészülődvén felmentek Jeruzsálembe. Tehát itt látjuk a másik olyan helyet az apostolok cselekedeteiben, hanem ahol ugyanez a személy, valószínű, hogy ő egy a proféták között is egy kiemelkedőbb személy volt, és a profétai hivatalából fakadóan egy személyes figyelmeztetést ad át Pál apostolnak. Az az érdekes, hogy Filipnél van, ahol 4 lánya közül mindegyik profétál, azt írja a Lukács, és mégis Agabus az, aki lejön Judeából, és átadja ezt az intést, ezt a figyelmeztetést az apostolnak. Tehát látjuk nagyon tisztán azt, hogy a profétai hivatal és abban a hivatalban álló személy hogyan működik, hogyan adja át, és mivel kapcsolatban adja át Istennek az üzenetét. És én nekem ezekben a napokban az a kérésem és az a vágyam, hogy Isten állítsa helyre ezt a hivatalt, állítsa helyre az, hogy ahogy Péter apostol mondja, hogy világosságunk legyen, szövétneknek nevezi azt a profétai szót, ami Isten szájából származik. Azt mondja a 2 Péter 1.19, és igen biztos nálunk a profétai beszéd is, amerre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, amíg nappal virrad és hajnalcsillag kel fel a szívetekben. Tehát most, amikor sötétségben vagyunk, és még nem jött el a hajnal csillag, még nem jött fel el az a nap, amikor színről színre fogjuk látni Istent, azokat a dolgokat, amik előttünk állnak, és amire fel kell készülnünk, azokat a profétai beszéd közvetíti. És ebben a kategóriába tartozik az Istennek az igéje, és az én számomra az egyik megtérésem után az Istennel való személyes találkozásom és személyes élményem mellett az egyik legnagyobb megerősítése a hitemnek az volt, amikor szembesültem azzal, megismervén az igének a kijelentését, hogy az egész világtörténelmet
Isten kijelentette az emberek számára, az én számomra is, és mindenki világosan láthatja, ezt nagyon sok helyen annyira zavarba ejtő pontossággal tette meg, hogy nagyon sokan kételkednek a hitelességében, mert neveket említ, napokat említ, nagyon-nagyon pontos, exakt módon jelenti ki, és nagyon sok minden ebből már beteljesedett, és azok a napok, amiket most élünk, az is ezek közé tartozik, amiket ez a könyv megprofétált. 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztus a Máté 24. részének a 24-7. Versében említi azokat a járványokat, amik az egész földet fogják érinteni. Dög halál, a Károli fordításban így van, így szerepel, vagy a Lukács 21. részének a 11. versében is említi különböző más jelek mellett, és hogyha bizonytalan vagy, hogy mik ezek, vagy miért vannak ezek, honnan vannak ezek, akkor tudd azt, hogy ezek szülési fájdalmakhoz hasonlóan jelzik annak a korszakváltásnak a közeletét, amikor Jézus Krisztus megalapítja ezen a földön a politikai, gazdasági, kulturális, szellemi hatalmát, és látható módon eljön az Isten országa ide a földre. Ennek a korszaknak a közelettét, az Úr Jézus Krisztusnak a visszajövetelét jelzik ezek az események, mint egy vajúdó asszonynak a fájdalmai jelzik a születésnek, a szülésnek a közelettét, és ezeket, ahogy párhuzamba van állítva szüléssel, egyre gyakoribb jelek fogják követni, és itt jegyezném meg, sokan már azon gondolkoznak, hogy ez vajon a jelenése könyvében említett négy ló, és azoknak a pecséteknek, és poharaknak, és kürtöknek a sorozata, amik beindítják azokat az ítéleteket, amik a jelenések könyvében, szintén ebben a profétai könyvben le vannak írva. Én nem gondolom, hogy ez még az, ugyanis azok az eseményekben azok a csapások egymást fogják követni. Tehát onnan fogjuk tudni, hogy azok már azok az idők, hogy egyik csapás még nem fejeződik be, amikor jön a következő. Amire fel kell készülni a Máté 24. része alapján, azok a világméretű, mindenhol előforduló földrengések, földindulások, és kozmikus égi események, gondolok itt meteoritokra, vagy üstökösök becsapódására, amik különböző eseményeket indítanak el. Tehát, mint ahogy a nap elsötétedik, a hold véré válik, ahogy ezt több helyen olvassuk a Bibliában. Éhínségek állnak be, tudjuk nagyon jól előző ilyen események következtében, mekkora porfelhő kerekedik ilyenkor, és ez befolyásolja a föld klímáját, megváltozik az időjárás, s nem érik be a termés, sokkal kevesebb termés lesz, stb. Tehát úgy gondolom, hogy ezekre kell felkészülni, mert ezek várnak ránk, ezek várnak erre a földre, és ezek a kijelentések megerősítik az embernek a szívét, amikor szembesül ezzel, és a reménységet, a hitet, és látást adnak. Tehát azért szövétneknek nevezi Péter ezeket a profitai beszédeket, mert olyan, mint amikor felkapcsolják a villanyt, és az ember világosabban lát, tisztában lát. Amit még itt a Máté 24-ben és az utolsó időkkel kapcsolatban gondolat van bennem, az, hogy az első dolog, amit Jézus említ, hogy mik lesznek ennek az időnek a jelei, az az elhitetés. És nagyon máshol azt mondja, hogy mondják, hogy itt a Krisztus, mondják, hogy ott a Krisztus. Tehát most is megjelennek olyan videók, amik a fake news kategóriába tartoznak, és nagyon érdekes az a gondolat jutott eszembe, hogy valami hasonló lesz, hogy a Krisztus visszajövetelét, mivel nagyon sokan várják,
Ezért különböző helyekről lesznek bejelentések, és tulajdonképpen olyan hamis hírek, mint amit most láthatunk jeruzsálemi hanghatásokkal kapcsolatban, hogy megtévesszék azokat, akik ezt az eseményt várják. De másfajta elhitetések is lesznek, akik önmagukat kinevezik Krisztusnak, és sok ilyen megnyilvánulása lesz embereknek. Lesz a hittől való elszakadás, amit szintén láthatunk, és globálisan is, itt több esemény kapcsán. És lesz egy olyan politikai üldözés, ami egészen a családoknak a megosztásáig vezet, és még a halál büntetés is látszik, mert azt mondja, hogy halálra adnak titeket. Tehát tudjuk, hogy nagyon sok helyen a Földön, több országban zajlik a keresztény üldözés, de nincs kizárva, hogy ez Európát is eléri, és egy olyan demagóg rendszer áll fönn, aki egyszerűen ellenségnek titulálja, bélyegzi meg azt a kereszténységet, akik ragaszkodnak az Istennek a kijelentéséhez. Ezt látjuk több, akár a homoszexualitással kapcsolatban, vagy a gender elmélettel kapcsolatban, hogy egyszerűen a keresztényeket bélyegzik meg bigottizmussal és egyebekkel. És végezetül arra szeretnélek kérni benneteket, amiért én is imádkozom, hogy a védelmünkért való ima mellett ennek a profétai hivatalnak a helyreállításáért imádkozzatok, és embereknek a megtéréséért, hogy Isten nyisson kaput, és ebből amit a gonosz rosszra tervezett, jó származék, úgy, ahogy József történetében olvassuk, és ezeket az új lehetőségeket, amit ez a helyzet hordoz és hoz, azokat Isten népe ki tudja használni. És szeretnék imádkozni is ezért, mennyei atyám, hálát adok neked a te népedért, hálát adok azokért, akik keresnek téged, és azt mondtad, Uram, hogy te nem változol, és te nem maradsz néma, hogy hasonlók legyünk a sírba szállókhoz, hanem megnyitod a te szádat, és köszönjük te neked, hogy te felövesztél, felvérteztél bennünket, Uram, igazi fegyverekkel, amik erősek, és ezekben akarjuk megerősíteni magunkat, ezeken a gonosz napokon, és hálát adunk neked, hogy te világosságot gyűjtöttél a szívünkbe, és imádkozom, hogy valódi élő kapcsolat lehessen veled, meghalljuk a te szódat, hogy fel tudjunk készülni erre, és tudjuk hirdetni, Uram, hitelesen a te beszédeidet, és hálát adok azokért, Uram, akik ma is prédikálják az evangéliumot, prédikálják az igazi Krisztust, a teljes evangéliumot, és töltsd be őket a te szent szellemeddel, és azt mondtad, Uram, hogy kitöltesz ezekben a napokban a te szellemedből minden testre, a szolgáidra, szolgáló lányaidra, és profétálnak a fiaink, a lányaink álmokat álmodnak. Azért imádkozom, hogy ez beteljesedjék, Uram, és megnövekedjen ez a hallás, ez a látás, hogy ne vakok legyünk, és ne rövidlátók legyünk, hanem legyünk igazi látó emberek, akik veled közösségben vannak. És magasztalok ezért, és megáldom, Uram, a te népedet, és imádkozom, hogy te legyél velünk ebben a helyzetben, és őrizd meg a te népedet, oltalmazd meg, ahogy Egyiptomban befedezted őket a te véreddel. A Jézus Krisztusnak a nevében. Amen.